Hazai pályán eddig veretlen a Blue Sharks, idegenben azonban legutóbb Oroszlányban vereséget szenvedett. A Pécs otthonában arra készültek a cápák, hogy idegenben is javítsanak a mérlegükön. A PVSK csapatában több, az NB1-ás együttesnél edződő játékos is lehetőséghez jutott, így a pécsiek cseppet sem ígérkeztek könnyű falatnak. Főleg úgy, hogy a nyíregyháziaknál továbbra sem lehetett a pályán Singer Zoltán, de kidőlt a combizomsérülésre bajlódó Bús Iván is. A cápák ennek ellenére a második negyedben átvették a vezetést, amit a hajráig őriztek is. Már csupán másodpercek voltak hátra, amikor azonban a Pécs egy 3 ponttal egyenlített. A ráadásban pedig 28-ra hozta az etapot a hazai csapat, amely így 102-90-es győzelmet aratott a cápák felett. Sajnos nagyon nehéz egy ilyen mérkőzés után mit mondani, hiszen úgy készültünk, hogy győzni megyünk Pécsre. Annak ellenére, hogy a Pécs azért nem gyenge csapat, hiszen az A csoportban szereplő játékosok játsszák ezt a B csoportos bajnokságot is, és pontosan azért használják, hogy minél több játék lehetőségük legyen. Ennek ellenére azért mi szeretnénk az élmezőnyben végezni, és az ilyen mérkőzéseket meg kellene nyernünk, főleg úgy, hogy végül kezünkben tartottuk. Természetesen nekünk nagy problémát jelent az, hogy Singer Zoli hetek óta hiányzik, illetve egy izomszakadás miatt Bús Iván is kiesett a csapatból, így a kispadunk egy picit rövidebb lett. Aztán néhány fegyelmezetlenség miatt még rövidebb, hiszen Olá Zoli kipontozódott egy olyan szituációban, amikor nem szabad meg sem adni az esélyt arra, hogy faltot fújhassanak a játékvezetők, de ez így alakult, és még akkor is az utolsó másodpercekben is a kezünkben volt a mérkőzés. Meg kell akadályozni, hogy 14 másodperccel a vége előtt 3 pontost kapjunk. A cápáknál Czura Attila ismét hátán vitte a csapatot, 22 pont, 6 gólpassz, 7 lepattanó, 32-es értékindex állt a mérkőzés után a neve mellett. Ügyesen játszott, Bús Ivánt is helyettesítette, és önmagát is játszotta mellette, tehát alapvetően nagyon sok mindent ő csinált. Fel kellett volna nőni hozzá még több játékosnak. Szerencsére a fiatalok közül néhány jó teljesítmény érkezett, és az előre mozdította a csapatnak a szekerét, de nem tudtunk győzni, úgyhogy mindez nem sokat ér. Annyira, hogy ez a Blue Sharks következőnek javíthat idegenben. November 25-én ugyanis Hódmezővásárhelyen lépnek pályára.